Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Fő témáink néhány mondat van. Szobrot avattak Baján, a bácskai horvátság egyik legnagyobb alakjának állítottak emléket. Fejlesztési tervek, elképzelések, a Baranyai Iparkamara javaslatcsomagja. Közművelődési szakembereket képeztek, 184-en állhatnak munkába Baranya megyében. A hiszékenység vámszedője, Pécsen és Szekszárdon is sikeres volt a csaló. Szobrot kapott Antonovics János, a bácskai horvátság egyik legnagyobb alakja, aki sokat tett a horvát kultúra és nyelv megőrzéséért, és aki a következő generációk példaképe lehet. A szobrot Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Zvonko Milas, a határon túli horvátok központi hivatalának szószólója, és Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke leplezte le Baján. A kumbajai születésű hajdani püspök Antonovics János szolgálata során sokat tett a horvát közösség kulturális felemelkedéséért, több tucat embernek adott ingyen ételt, sok száz rászorulónak segített a vagyonából, és odafigyelt a szegényekre. A Bunyevád származású főpásztor szobrát szerdán ünnepélyes keretek között leplezték le Baján, a páduai Szent Antal templom kertjében. Antonovics János élete arra is rávilágít, hogy aki közhatalommal rendelkezik, legyen az egyházi személy, politikai vagy városvezető, milyen mértékben felelős a rászoruló és bajba jutott emberek megsegítéséért, mondta köszöntőjében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Évezredes most már az együttlétünk a horvátokkal. Magyarországi nemzetiségként fantasztikus nagy dolgokat tesznek most is ezekben az években is, iskolákon, kulturális rendezvényeken keresztül, és hát a megmaradásukért mindent megteszünk, mert csak azért is, mert nagyon nagy segítséget nyújtanak, hogy a két nemzetnek az együttműködése, barátsága az tovább erősödjék és megmaradjon. Az államtitkár hozzátette, a horvátok a jövőben is számíthatnak a magyarok segítségére, mások mellett az iskolák, templomok felújításában, mint például nemrégiben Hercegszántón, valamint Felsőszentmártonban. A néhai püspök sokat tett a horvát kultúra és nyelv megőrzéséért, aki a következő generációk példaképe lehet, hangsúlyozta Gugán Iván, az országos horvát önkormányzat elnöke. Ez egy szép szimbólum a két ország, Magyarország és a horvát kormányok, a két nép együttműködésének, hiszen a magyarországi horvátok kezdeményezték az országos horvát önkormányzat, illetve a bajai horvát önkormányzat, de anyagi és erkölcsi támogatást kaptunk a horvát kormánytól és a magyar kormánytól, és azt gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű végeredményt tudtunk ma bemutatni és megünnepelni ezt a nagyon szép napot. Bernard Pesorda zágrábi művész alkotását Gyuró Hranics, a Gyiakovár eszéki főegyházmegye érseke szentelte fel. 12.637 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.044.852 főre nőtte a beazonosított fertőzöttek száma, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Elhunyt 176, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33.519 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 856.330 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 155.003 főre emelkedett. 6.840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen. Baranyában kedden 672 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 38.684 koronavírusos beteget regisztráltak a megyében. Hogyan indulhat el Baranya megye a gazdasági fejlődés útján, mi lesz a válság után, milyen fejlesztéspolitikát kellene követni, mik a helyi iparkamara javaslatai? Ezekről írta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a Gazdasági Önkormányzat blogjában.
Válság után válságban. Javaslatok, célrendszerek. Ezzel a címmel tett fejlesztéspolitikai javaslatokat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs a gazdasági önkormányzat honlapján tette közzé elképzeléseiket. Azt mondja, várják már, hogy a kormányzati fejlesztési biztos benyújtsa a Dél-Dunántúra vonatkozó gazdaságfejlesztési terveket, ami elindíthatja a fejlődést a régióban. Nagyon várjuk, hogy a kormány elé kerüljön végre a kiválasztott régiók kormánybiztossági anyaga. Amennyire mi ismerjük, a Dél-Dunántúli az egy kifejezetten jó anyag. Az kell ahhoz, hogy Debrecen az elmúlt 5 évben 17-szer annyi forrást kapott, mint Dél-Dunántúl. Tehát ez a Dél-Dunántúli fejlesztési stratégia, fejlesztési anyag kell ahhoz, hogy ez a trend, ez nem Debrecen kárára, hanem Baranya, Somogy és Tolna javára egy picit megváltozzon. Jelenleg Baranya a megyék rangsorában az utolsó között van a gazdasági teljesítmények alapján. Ezen változtathatna a fejlesztések megindítása. Rabszabolcs azt mondja, vannak saját fejlesztés szolgáló javaslataik is. Ilyenek például a bürokrácia csökkentés az adminisztrációban, a fekete gazdaságnak a visszaszorítása. Humán erőforrásban mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a középfokú szakképzésben kell a megyékbe érkező forrásokat elképesztő módon megemelni. Milyen jó lenne, hogyha az egyetemi fejlesztések mellett létrejönne egy olyan szakképzési centrum, ami egy modern épületben, uszodával, sportlehetőségekkel, fél laborokkal és a vállalkozóknak egy ipari parkjának a közelségében működik. Így a középiskolásoknak sokkal vonzóbb lenne a szakmatanulás, hiszen naponta találkozhatnának a laborokban, cégek irodáiban a legújabb technológiákkal. A főtitkár kiemelte azt is, hogy a helyi felsőoktatási kínálatot úgy kell alakítani, hogy az kiszolgálja a helyi gazdaság igényeit. A szennyvízmintákban a koronavírus örökítő anyagának átlagos koncentrációja továbbra is magas. Csökkenés két városban, Szekszárdon és Szolnokon figyelhető meg. A koronavírus örökítő anyag szennyvízben mért koncentrációja a mintavételi helyek többségében emelkedik, például Pécsett is. Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse házi orvosát. Azt is kérik, hogy az emberek tartsák be a 1,5 méteres távolságot, viseljenek maszkot a tömegközlekedési eszközökön, továbbá gyakran és alaposan mossanak kezet. Az NNK javasolja, hogy mindenki éljen a védőoltás lehetőségével. Milyen változások várnak az adózókra jövőre, mivel kell számolni a szakképzésben? Ezekről beszéltek, illetve tartottak előadásokat a szakértők a helyi iparkamaránál. Az adófórumot rendszeresen megszervezi a helyi iparkamara az adóhivatallal közösen, hogy az év végéhez közeledve fel tudjanak készülni a vállalkozások a következő évi feladataikra. Az adóvisszatérítésről szólt ez az előadás a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerda délelőtt, de szó esett a különböző adózási formák változásairól. A helyi iparkamara rendszeresen megtartja adófórumát az év végéhez közeledve. Idén az adófórum kiegészülő szakképzési tájékoztatóban is, már azt gondolom, hogy az elmúlt években is mindig nagy hangsúlyt fektettünk az adófórumok keretében a szakképzéssel kapcsolatos adóügyi, visszaigénylési, normatív elszámolási és egyéb ügyekre. A mai napon itt a kamarában is az adófórumunknak a fő témája, én azt gondolom, az adóváltozások és a jövő év január 1-től bevezetésre kerülő adó- és járulékváltozások mellett, illetve azokon belül kiemelve a szakképzésre, a duális képzésre vonatkozó változásoknak a számbavétele. Több témát érintettek, tanuló szerződéseknél, idén június 10-e utáni kifizetéseknél megszűnt a munkáltatói járulék, a szocó és a szakképzési járulék. Köthető szakképzési munkaszerződés a teljes képzési időszaknál rövidebb időszakra is. A szakképzési napon szó esett arról is, hogy milyen napokra kérhető a normatív támogatás a duális képzésben. A részletekről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát kérdezhetik az érdeklődők.
184 közművelődési szakember szerzett sikeresen szakképesítést Baranyában. Az elmúlt egy évben zajlott ugyanis a közművelődési foglalkoztatási és képzési program. Ezt a Nemzeti Művelődési Intézet valósította meg a megyében 6 helyszínen. Nemes Krisztina igazgató stábunknak elmondta, nagy szükség volt erre a programra, a statisztikák szerint ugyanis nem érte el a 10%-ot az ezen a területen foglalkoztatott szakemberek száma. A Szélkiáltó együttes koncertjét élvezhették a Nemzeti Művelődési Intézet baranyai munkatársai. A szervezet ugyanis most zárta le a közművelődési foglalkoztatási és képzési programját. A bevont munkatársak részére országosan 66 OK és képzés indult. Baranya megyében 272 település lépett be a programba, és 278 munkatárs foglalkoztatása volt biztosított az év során. Tulajdonképpen a teljes megye területéről, tehát azt mondhatom, hogy 6 régióra osztottuk, 6 területre osztottuk a megyét, és Szigetvár, Selje, Siklós, Mohács, Sásd és Pécs székhellyel vagy központtal mindenhova összegyűjtöttük a településeket, ahol munkatársak hiányoztak ebből a szakmából. Az önkormányzatok jelentős része 6 hónap tovább foglalkoztatást vállalt, így számos település sikeresen teljesíti a törvényi előírásokat. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy 2021. január 1-től minden önkormányzatnak foglalkoztatnia kell legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakembert ezen a területen. Baranya megyében 301 település van, és a kimutatások a statisztikai adatszolgáltatások alapján nagyon nagy hiátus van ezen a területen, helyesebben volt, hiszen a szakember ellátottság még a 10%-ot is alig érte el. Ezért volt szükség arra, hogy magát a programot megvalósítsuk, és ennyi képzést hirdessünk. 6 középfokú és 1 felsőfokú OK és képzés valósult meg a megyében az elmúlt egy évben, ahol 184 fő szerzett sikeresen szakképesítést. Több országos szakmai kutatás folyt ez idő alatt, amelyhez a baranyai kollégák munkája is nagyban hozzájárult. A program megvalósítása során szerzett tapasztalatokra építve, az országban először a megyeszékhely mellett 2 városban nyitott a Nemzeti Művelődési Intézet irodát, Sásdon és Selyén. Az őszi betakarítási és vetési munkák lényegében befejeződtek Magyarországon, közölte az Agrárminisztérium az MT-vel szerdán. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerint az őszi eredményeket jelentős mértékben befolyásolta az augusztus-szeptemberi időszakban jelentkező aszály, amely elsősorban a kukorica termés kiesését okozta. A többi nagy területen termesztett őszi betakarítású növényfajnál a károk mérsékeltebbek. Feldman Zsolt elmondta, az 1 millió hektáron vetett kukoricából 6 millió tonnát takarítottak be. A hektáronkénti 6 tonnás hozam az elmúlt 5 év átlagánál 26%-kal kevesebb. A betakarított mennyiség 65-70%-a az elmúlt évek termésének, de a belföldi igények kielégítésére elegendő. Az államtitkár összegzése szerint a nehézségek ellenére az idei betakarítási és vetési munkák sikeresek, az ország ellátása biztosította a 2022. évi termés megérkezéséig. A jó hiszeműségére fizetett rá az a férfi, akit egy csaló tévesztett meg a pécsi belvárosban idén áprilisban. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. A csalónak háromszor is sikerült elhitetnie, hogy csak átmenetileg kell neki az áldozat pénze, azt hamarosan visszafizeti. Azonban a vádlott nem először próbálkozott így. Szekszárdon több milliót csalt ki egy nőtől, szintén félrevezetéssel. Egy parkolóban a pécsi belvárosban szólította le áldozatát az a csaló, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. Kifogyott az autójából a benzin, ezért szeretne kölcsönkérni 10 000 forintot. Ezzel ment oda a 71 éves férfihez ez év áprilisában, ismertette az esetet az ügyészség szóvivője. Személyes adatait is megadta, hogy elnyerje az áldozat bizalmát, de ebben is hazudott. A sértett azonban hitt neki. A csaló pedig azt látta, hogy van még pénz a férfi tárcájában, amit meg lehetne szerezni. Ezért azt mondta ezt követően, hogy az unokája közelmúltban meghalt, és a temetésre további pénzre lenne szüksége. Megállapodtak, hogy 60 000 forint kölcsönt fog adni neki a sértett, és ezt a későbbiekben visszafizeti részére. Ezt követően a sértett a gépkocsijába beült, és elindult egy baranyai városba, ahol lakott. Menet közben azonban a vádot ismételten felhívta, ugyanis látta azt, hogy itt még további pénzt tud tőle kicsalni. Harmadszor azzal a mesével állt elő, hogy
hogy 10 milliós hitelt kap, de kellene az ügyvédi díjra 60 ezer forint. Az áldozat ekkor is hitt neki, visszafordult, és újabb 60 ezeret adott át, amikor találkoztak. Megállapodtak, hogy telefonon hívja a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a csaló. Másnap csörgött is a készülék, azonban újabb összegeket akart kérni a férfi. Ekkor fogott gyanút a sértett, és értesítette a rendőrséget, akik várták a megbeszélt helyen, és letartóztatták. A 75-ös születésű elkövető éppen előtte kapott felfüggesztett büntetést, szintén csalás miatt. Akkor szexárdon tévesztett meg egy idős nőt. Ott az volt úgymond az ürügy, hogy a feleségének amputálták a lábát, először az egyik lábát, majd a másikat, később meg is halt a feleség, és összesen ott mintegy 5 millió forintot sikerült a sértettől kicsalnia. Alapesetben 2 év börtönbüntetésre számíthatna a kis vejkei illetőségű csaló, de a felfüggesztett büntetést is figyelembe veszik, ezért letöltendő börtönbüntetést kér a vádhatóság a férfira. A régió híreivel folytatjuk. Megkezdődött hétfőn az oltási akcióhét, amelynek keretében országszerte 101 kórházban és rendelőintézetben lehet regisztráció nélkül felvenni a koronavírus elleni vakcinákat. A legfrissebb járványügyi adatok alapján az első napon közel 131 ezer oltást adtak be. Ebből több mint 18.500-an az első adag vakcinát kapták meg, még 105 ezeren a harmadik oltást vették fel. Már kora reggel hosszú sor állt a szekszárdi Balassa János kórház épülete előtt, folyamatosan érkeztek az emberek, ugyanis Magyarország kormánya az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet rendelt el. Az első két napon, hétfőn és kedden már sok ember élt a lehetőséggel. Az első kettő is megvan, hát csak akkor kaphatjuk a harmadikat, úgyhogy most a harmadikra is feltett szándékunk az első perctől kezdve az, hogy kapjuk meg. Féljem sajnos itt halt meg Covid-ba. A kórházi oltópontokon összesen 5 féle vakcina áll rendelkezésre. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm. A Sputnik már elfogyott. A harmadikban, hogy most kaphatom, a Sputnikot nem tudom, hanem akkor amit adnak. Nem válogatok. Az elkövetkezendő napokban a kórházak országszerte megemelt kapacitással, akár időpontfoglalás nélkül is reggel 7 és este 7 óra között várják a vakcináért érkezőket. Azokat, akik előzetesen nem jelentkeztek be, a helyszínen regisztrálják. Én úgy gondoltam, hogy védekezni kell és a családba is. Nem akarnák gondot okozni. Müller Cecília, országos tiszti főorvos, a kormány hivatalos Facebook oldalán megosztott videóban arra kér mindenkit, hogy vegye fel az oltást, hiszen a napi fertőzöttek száma jelentősen növekszik, és a delta variánsnak csak nem 8-szoros a fertőző képessége az eddigiekhez képest. Igazából nem is értem azt, hogy mi az a tény, mi az, amivel szembesülnie kellene azoknak, akik nem élnek a védőoltás lehetőségével, hiszen látjuk azt, hogy nem csak saját magukat, hanem szeretteiket, rokonaikat és a különböző közösség tagjait is megfertőzik, és nem tudják azt előre megmondani, hogy hogyan fog lezajlani náluk a betegség. Országosan 101 oltóponton, Tolna megyében a szekszárdi Balassa János, a dombóvári Szent Lukács kórházakban és a Bonyhádi rendelő intézetben várják a vakcináért érkezőket. Közel 50 olajos és mosószeres hordót találtak Alsónyék határában, valamint a szekszárdi Kavics bányánál november 21-én. A nyomozás során kiderült, hogy a külföldi feliratokkal ellátott hordókat két férfi pakolta le egy szerb rendszámú 3,5 tonnás teherautóról. Mivel az edények le voltak zárva, így a rendőrség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt indított eljárást. Az elkövetőket akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Erre a látványra bukkant Alsónyék határában a területen gazdálkodó vadásztársaság egyik tagja november 21-én a reggeli órákban. A férfi azonnal felhívta a település polgármesterét, hogy jelentse neki a látottakat, aki ezután értesítette a rendőrséget a közel 50 darab illegálisan lerakott tartályról. A helyszínelés során kiderült, hogy a hordók nem tartalmaznak veszélyes hulladékot. Igazán csak a feliratokról látjuk, hogy a fehér hordók mosószeres koncentrátumot tartalmaznak, a kék olajos hordók az meg valami élelmezésügyi, ilyen futószalagkenő olajat. De mindegyikben csak maradvány van, igazán üresek a hordók.
Karácsony Tibor, a társaság vadászmestere úgy nyilatkozott, ekkora mértékű szemeteléssel még nem találkozott a körzetükben, de illegális hulladéklerakatokkal szinte minden héten szembesülniük kell. Elég sok gondot okoznak nekünk ezek az illegális szemétlerakók a területen, több helyen is van belőle. Próbáljuk felderíteni, szinte 24 órán belül megtaláljuk az új szemétlerakást, és több feljelentést itt tettünk már ez ügyben. A vasárnap felfedezett hordóhalmokról készült videót közzétették az egyik legismertebb közösségi oldalon. A bejegyzés alá nem sokkal később érkezett egy olyan hozzászólás, ami újabb részletekre világított rá az ügy kapcsán. A hordókat először a szekszárdi Kavics bányánál kezdték el kirakni szombaton 2 óra körül, de egy arra futó férfi megzavarta őket, és az elkövetők azonnal továbbálltak. Annyi információ áll egyelőre rendelkezésre, hogy egy 3,5 tonnás ponyvás kis teherautóról pakolta le 2 ismeretlen férfi ezeket az edényeket. A felségjelzés alapján szerb honosságú járműről van szó. Mindkét esetben megkezdődött az eljárás a hulladigazdálkodás rendjének megsértése büntett elkövetése miatt. Ezért akár 3 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőket. A főbb utakon elhelyezett biztonsági kameráknak és a szemtanúnak köszönhetően nagy eséllyel el is kapják majd a felelősöket. 15 méteres karácsonyfája lesz idén Szekszárdnak. A 2 tonnás ezüstfenyőt a Tolnai megyeszékhely egyik lakója ajánlotta fel az önkormányzatnak. Kac Zoltánné, a város főkertésze elmondta, a méretes növényt a hét folyamán feldíszítik, de teljes pompájában csak advent első vasárnapján tekinthetik meg az érdeklődők a Béla Király téren. Éppen azt a fát vágják ki a szekszárdi önkormányzat munkatársai, amely a hagyományokhoz híven az adventi és a karácsonyi időszakban a Béla Király teret fogja díszíteni. Kac Zoltánné főkertész elmondása szerint számos szempontot figyelembe kell venniük, mielőtt kiválasztják a megfelelő fenyőt. Most már évek óta és az idén ugyanígy érkezett felajánlás város karácsonyfájának. Ilyenkor a felajánlott fáknál meg kell azt nézzük, hogy egyáltalán a technikával hogyan lehet kiközelíteni, kiemelni a helyéről, és egyáltalán a szállítójármű hogy fér hozzá. A közel 15 méteres és több mint 2 tonnás ezüst fenyőt a dr. Tóth Lajos utca egyik lakója ajánlotta fel a megyei jogú városnak. Ugye ilyenkor azért is kell viszonylag összehangolni a dolgokat, mert ugyanaz a daru fogja most a helyére emelni. Tehát az ugye nem működik, mint otthon a családi fenyőfán, hogy hazavisszük, azt félreállítjuk, tehát ennek ilyenkor mindjárt a helyére vissza kell kerülni, tehát be kell kerülni. Ezt ma el is végzik a kollégák, tehát kibiztosítva kerül a helyére. A főkertész elmondása szerint a Béla Király téren advent első vasárnapján már teljes pompában csodálhatják meg a fenyőt az arra járók. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer. Szobrot avattak Baján, a bácskai horvátság egyik legnagyobb alakjának állítottak emléket. Fejlesztési tervek, elképzelések, a Baranyai Iparkamara javaslatcsomagja. Közművelődési szakembereket képeztek, 184-en állhatnak munkába Baranya megyében. A hiszékenység vámszedője, Pécsen és Szekszárdon is sikeres volt a csaló. Csütörtökön a párás, ködös reggelt követően napközben nyugat-délnyugat felől megnövekszik a fátyol felhőzet, de csapadék csak az esti óráktól várható. A Dunántúl északi felén feltámadhat a délkeleti szél. A minimumok -4, -1 fok között alakulnak, napközben pedig 6-8 fokra van kilátás. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!